Dr. Kaszó Beáta, allergológus klinikai immunológustól az allergiavizsgálatokról tudunk meg többet. Allergiavizsgálatok közül az előttem látható bőrtesztet végezzük el. Ezek a kis üvegecskék tartalmazzák azokat az allergén kivonatokat, amelyek leggyakrabban okoznak Magyarországon allergiát. Az ételeket is meg tudjuk vizsgálni, és a környezeti allergéneket. A polleneket, a tollat, a házi poratkát, kutyamacska szört, ezek azok, amelyek leggyakrabban okoznak allergiát, és ezeket szoktuk vizsgálni. Ezen kívül tudunk légzésfunkciós vizsgálatot végezni, ez azoknál a betegeknél szükséges, akiknek alsó légúti tünetei vannak. Étkezés nem befolyásolja a vizsgálatot. Amire nagyon oda kell figyelni, hogy az allergiagyógyszerek, az úgynevezett antihisztaminok a vizsgálat előtt nem szedhetők. 4-5 nap, de a biztonság kedvéért célszerű, ha egy héttel korábban abba hagyja a beteg a gyógyszerszedését, ha szedett korábban ilyet. Ismert allergia esetén, hogyha egy szezonális pollenallergiáról van szó, akkor célszerű a szezon kezdete előtt 2 héttel elkezdeni a gyógyszerszedést. Nagyon fontos, hogy szakemberhez forduljon az allergiás beteg. Ezeket az allergiagyógyszereket, legalábbis döntő többségüket már recept nélkül lehet kapni, de nem biztos, hogy önmagában ez a gyógyszer megfelelő az egész allergiás tünetegyüttes kezeléséhez. Tehát legalábbis a tünetek jelentkezésekor célszerű szakorvoshoz fordulni. Ami ugyan nem allergiás betegség, de nagyon gyakori a krupp, amelyről tudni kell azt, hogy nincs köze az allergiához, az egy vírusos, légúti, méghozzá a GG-t érintő fertőzéses betegség. Az alsó légúti betegségek közül az asztma, az szintén a párás levegőben, párás időben romlani szokott, tehát az ismert asztmások is sokszor a párás időben produkálnak ilyen tüneteket. Krupp, ahogy mondtam, a GG vírusos fertőzése. Jellemző a száraz, ugató köhögés, súlyosabb esetben a belégzési nehezítettség, és előfordul rekedtség, és az is, hogy teljesen elmegy a gyerek hangja. A krupp az igen súlyos tud lenni, tehát előfordulhat, hogy kórházba is kell menni a gyerekkel, de azt is tudni kell, hogy amióta a hemofilus elleni, ez egy baktérium, légúti fertőzést okozó baktérium, bevezették a védőoltást, ami kötelező, azóta a kruppnak a legeslegsúlyosabb formái eltűntek gyakorlatilag. A vírusos krupp, amivel manapság találkozunk, ezek többnyire otthon is jól kezelhetők, különösen akinek már többször előfordult, és van otthon inhalátor, a gyógyszerporlasztója, az otthon is sokszor tudja úgy kezelni, hogy ne kelljen kórházba menni.